A holokauszt roma áldozatairól emlékeztek meg pénteken világszerte. 1944. augusztus 2-áról 3-ára víradóra több mint 3000 cigány gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Túlélők elmesélése alapján éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására ébredt. A cigányok táborát fényszórók világították meg. A férfiakat, nőket és gyerekeket a katonák sorba állították ötösével, hogy a krematóriumba vigyék őket. A rémült emberek kiáltása messzire hallatszott. 1944. augusztus 3-án reggel a cigányok tábora már üres volt. Európa különböző országaiból származó mintegy 500 ezer romát öltek meg a nácik és kollaboránsaik. Az Európai Parlament 2015. április 15-én határozatban mondta ki a II. Világháború alatti roma holokauszt történelmi tényét.